5 éve alapítottuk a Debreceni Asztali Tenisz Klubot, és közel 3 éve már ebben nagyon szép edzőteremben tudunk dolgozni. Nagyon fontos volt számunkra, hogy az utánpótlásra különös hangsúlyt fektessünk. Ma már nagyon szép eredményeket is elérnek a gyermekeink, hisz már második országos harmadik helyet, csapatban is egy harmadik helyet szereztek a lányok, és nagyon fontos nekünk, hogy tovább fejlesszük, és minél több gyerek legyen. A büszkeségünk az NB1-es férfi, NB1-es női csapat. Fontos az, hogy Debrecenben az egyetemi hallgatók is, az egyetemisták is ide tudnak járni, az asztali tenisz sportágat gyakorolni, illetve minden általános iskola harmadik osztályos tanulói megtanulják az asztali tenisz alapjait, tankerülettől ide járnak a gyerekek, és már nagyon kiterjedt lehetőségei vannak ennek is a klubban. Jövőbeli céljaink minél több gyerek legyen, minél jobb eredményeket érjünk el, és megpróbáljuk az utánpótlásba egy meghatározó szerepet betölteni, de talán már ezen jó úton haladunk, mert azt elmondhatjuk, hogy a régióban már mi vagyunk a legeredményesebb asztali tenisz csapat. Ez annál is inkább azt hiszem, hogy nagyon bíztató, és büszkék vagyunk rá, hisz 5 éves munkánk van benne csak, és nincs régi nagy hagyománya ennek a klubnak, de reméljük, hogy annál jobban tudunk fejlődni. A sok évi munka a gyerekekkel is megtérülni látszik. Az NB3-ból néhány gyereket, az NB2-ben fogunk tudni indítani ősszel, és ez bizonyítja, hogy jó úton járunk. A fő célunk az az, hogy a Debrecent, mint várost a asztali tenisz térképérésre helyezzük. Bár a városban NB2-es, NB3-os csapatok már vannak, voltak, de mi egy kicsit magasabb polcra szeretnénk helyezni ebbe a tekintetben a városunkat. Országosan 4000 igazolt versenyző van jelenleg, és azt kell elképzelni, hogy Debrecenben ebben az edzőteremben 1000 gyerek pingpongozik. Mi azt gondoljuk, hogy ez az a óriási ugrás az, ahol előbb-utóbb nem csak a nagyszámú tömeg jelenik meg, hanem ezzel párhuzamosan majd az eredmény is jelentkezni fog.